tartsatok bűnbánatot, elközelgett a mennyek országa. Abban az időben keresztelő János megjelent Judea pusztájában, és így tanított: térjetek meg, elközelgett a mennyek országa. Ő volt az, akiről Izaiás próféta ezt mondta: a pusztába kiáltónak szava, készítsétek elé az Úr útját, tegyétek egyenesé az ösvényeit. Második adventi vasárnapján még jobban közeledni akarunk az az új fényhez, amely fölvillant az égen az emberiség életébe. Mert remélem látjátok, hogy borzalmas sötétség van a világon, és itt-ott mégis valami fény villan föl. A jóságnak, a szeretetnek a fénye, mintha itt volna az Isten. Időnként megdöbbenünk, amikor látjuk azt, hogy milyen jó emberek is vannak. Mennyi szeretet is van. A gyermekek mosolya, az édesanyáknak a könnyei, a férfiának a bátorsága, fáradtsága, munkája, még megjelenik, és akkor azt mondjuk, hogy hát ilyen jó emberek is vannak itt a Földön. Hát eljutottunk oda, hogy ezen csodálkozunk, hogy vannak jó emberek. Ennyi ember még egyszerre nem élt a Földön. És de hol van a mai emberiség? Tudjuk-e, hol van? Hol járunk mi? Milyen emberiséghez tartozunk? A boldogság útját megtaláltuk-e, vagy pedig nagyon eltértünk attól? Azért kezdettük ezt az adventi lelki gyakorlatokat. Kicsit elmélyedünk a vallási életben, és rádöbbentsük magunkat arra, hogy valami nagy baj van a világon. Mert sok minden történt már a történelemben, mind jobban megdöbbenünk, hogy amikor belelapozunk a régi világnak az ember életébe. Mennyi minden volt, egy biztos, hogy mindig ott volt az Isten. Mindig ott. Ennyire Istentől eltérni még egyetlen egykor se tért el, és nem érdekes, hogy most, amikor azt mondjuk, hogy az emberiség eljutott oda, hogy valóban a teremtés koronája, gyönyörű szép életet éljen itt a Földön. Hiszen neki adta az Isten ezt a Földet mindenestől, talán még már az égből is egy darabot, már azt is hatalmunkba kerítik, az égi erőket. És mégis rettenetes, amikor az ember végignézi az ember életét, hogy vajon mosoly van több, derű, boldogság, ölelés, vagy pedig káromkodás, dű, dac, gyilkolás, gyilkolás, gyilkolás. Talán ez a legnagyobb bűn a mi karunknak. Pont amikor a legtöbb ember van, na túl sokan vagyunk. Dehogy vagyunk túl sokan, ennél mi sokkal többet el tudna tartani a Föld. Hogyha komolyan vennénk az ember életet. Hogy nem ez az élet célja, hogy mennyi mindent akar nekünk még adni az Isten, amikor az út közben is ennyi mindent ad. Erről az útról térs be az emberiség. És nem tudjuk azt, hogy honnan indultunk el. Benne vagyunk ebben a világban úgy, ahogy van, jó és rossz, öröm és fájdalom, gyönyör, élvezet, önmegtagadás, áldozat, mosoly, derű, minden benne van, és nem tudjuk, hogy hol tartunk. Hol tart ma az emberiség? Meg kell mondanom, hogy végső veszélybe, mint a második bűnözön előtti állapot volna. Most a dönteni kell az emberiségnek, hogy Istennel vagy Isten nélkül. A döntés ugye megtörtént már a francia forradalomban, hogy az emberi kultúra, a civilizáció már olyan hatalmas, hogy nincs Istenre és Isteni törvényekre szükség. Az ember majd elrendez ezt a világot, és mennyországot teremt a Földön. Hát látjuk az eredményét. Mennyország, van mennyország, akinek? Akinek a hatalom van a kezébe? Tévedtek ám. Ha van boldogtalan ember, ezek a boldogtalanok. Akinek hatalom meg gazdagság van a kezükbe. És üres a szívük,
És nem szeret őket senki. Mert nem lehet szeretni azt, aki Istentől elszakadt. Nem lehet szeretni. Azt kezd hasonlítani valami más teremtényhez. Úgy nevezzük, hogy ördög sátán. Ez a földet csak akkor tudjuk megérteni, hogy a két erő most itt a földön összeütközik. Hát milyen Isten az, ami eltűri azt, hogy az ördög ilyen hatalomhoz jut, hogy először is megölik a születendő gyermeket. Ha megjön, akkor is úgy nevelik, hogy Isten ellen, Isten nélkül. Akkor is a rossz példát látja, és így éli-vélig az életét, hogy a mások kárára akar előbbre jutni. Az emberiség nagy része most itt tart. Vajon rádott bennünk arra, hogy nincs tovább. Az igazi Isten fogalom tudna bennünket megmenteni, rádott bennünk arra, hogy hát ki is az az Isten? Ki az az Isten? Tudsz választ adni? Megtanultuk, akik tanultunk még a hittanórán, egész világ Ura és a mi mennyi atyánk, a világ teremtője. Teremtő, megváltó, üdvözítő valaki, egy végtelen valaki. Ez a világ, mind jobban rájövünk arra, hogy mérhetetlen nagy. Csillagrendszerek milliói keringenek a világ mindenségben, ragyogó naprendszerek. Itt a Földön mennyi minden az az élet, legkisebb élőlények, azok a rovarok, aztán később a növények, az állatok, milyen csodálatos világ. Hogy nem döbben rá az ember, hogy valami csodálatos világba született bele, és megkérdezni, hogy honnan van ez? Mikor annyit megállapít már a tudomány, hogy nem volt. Ez a világ elkezdődött, ezt már nem csak a hit mondja, hogy kezdetben teremte Isten a mennyet és a földet, hanem a tudomány is, hogy kezdődött. Hogy mikor van, aki 14 milliárd éve, van, aki 30 milliárd év, de minden esetre kezdődött, és hogy kezdődött? Egy robbanással. Egy szörnyű robbanással, és az energia, ami egy központi helyen volt, az szétfröccsent, a világ minden irányába, rettenetes sebességgel, a részecskék mennek, de közben alakulnak örök törvények szerint. Az erő, ami szétfröccsent, hogy mi az, vannak tudósok, akik már kezdik megállapítani, hogy mi az az erő. Az a szétfröccsent, és ahogy mozog, az valami törvény, örök törvények szerint rendeződik. Kialakulnak az elemek, a vegyületek és a tömegek. Ez van folyamatban. És ahol ezek már megvannak, ott kialakul az élet. Növényélet, állatélet, emberélet. Legalább ennyit tudunk. Hogy a másik csillagrendszerekben van-e valami élet, ezt nem tudjuk. Mondják sokan, hogy biztos lehet, hogy Isten nem lehet megszólni, hogy csak ezen a Földön legyen. Bár nekem egy azért valami azt mondja, hogy csak ezen a Földön lehet élet. Mert itt ez a Földön történt, hogy a legnagyobb dolog a világon. De valaki, aki elindította ezt a csodálatos robbantást, és utána azt a részletnek a rendeződését, az valaki, Nem csak örök törvény, az is. Végtelen törvény, és nem tud más, nem csak végtelen törvény szerint mozog. És végtelen örök törvények szerint mozgat minden. És keresi minden a helyét. És ebben a végtelen törvényszerűségben benne vagyunk mi emberek, egy kis rövid életre, 10, 20, 30, 40 vagy 100 éves korig. És nem tudjuk a helyünket, nem tudjuk, hogy honnan vagyunk, miért van az egésznek. Hát ott van mindenek előtt az Isten. A bölcs lelke meg nem tud látni, hogy ki az Isten, milyen az Isten. Hát végtelen. Ami képzelhető dimenzió, minden dimenzió végtelen. Ez kezdetől fogva az emberiség ilyen valakiben hitt. Mert nem olyan buta, mint amilyen buta lett a mai korban, ez nem érdekes? El kell jutni a történelemben, hogy a kereszténységnek a harmadik évezet kezdetén, hogy vannak ateisták. Én sok mindent tudok, sok mindent nem tudok, ezt nem tudom megérteni, hogy lehet 2002-ben, most már annyi lesz, 2002, hogy lehet, hogy ateista? Hát hogy tudott így elbotulni az ember, hogy rát egy remek művet, és azt mondja, hogy ez valahogy lett.
Ez olyan valami, mint amit is hallottam, olvastam valahol, hogy felfedezte egy kis szigetet, egy nagyon kicsi sziget, de növények, állatok voltak, és kerestek, hogy van az embernek nyoma, és akkor találnak egy gyönyörű szép épület, egy palotát. Berendezve egy gyönyörű ilyen lépcsőházzal, emeletekkel, bútorokkal, fénnyel, minden, ami létezik szépség a házba, de ember sehol. És akkor kezdte, hogy honnan lett ez? És volt olyan, aki azt mondta, hogy hát sok millió év alatt ilyen mozgás, így alakult, ez a villa, így ez magától, hogy összeugrattak az épületek. Magától a lépcsőházak, magától a bútorok. Volt ilyen is. Voltak azt mondta, hogy valahol ember kellett, hogy járjon, mert ember csinálhat ilyent. Most látjátok, erre nem jön rá a mai ember, hogy egy gyönyörű világban vagyunk benne. Hát nézd egy virágra, vagy nézd egy ártatlan gyereknek a szemébe mosolyára. Ez egy gyönyörű világ, hát valahogy egyszer csak lett, és ateista. Nem csak ateista, hanem még uralkodni akar. És eladták a buddhisták a világot, hogy nincsen, aki ezt kigondolta, nincsen, aki ezt megteremtette, nincsen, aki törődik vele, hanem már egyszer valahogy lett, és most itt vagyunk benne, ennek mi vagyunk a gazdája, azt csinálunk vele, amit akarunk, de nem mindenkinek az akarata teljesen, hanem bizonyos csoportnak. Jelenleg 6 milliárd ember van, ebből 1 milliárd úgy nagyjából élvezi a javakat, 5 milliárd éhezik. Nem él ember életet, és benne vagyunk ebben a világban. És meddig élünk? Rengeteg kérdés, és nem törődünk vele, mivel törődünk? Hát a pénz, még többet ebből a mulandóból. Pedig hát nem csak születések vannak, ugyanígy temetés is van, mindenki meghal. És a halálkor mi marad meg ebből az egész világból? Hát nap után látjuk, és nem kérdezzük meg, hogy akkor értelme van az életnek, hogyha így fejeződik be. Sokszor egy kisgyerek meghal. Hát minek született, hogyha meghal? Vagy az élet derekán meghal? Hát ez csak úgy magától van valahogy, vagy van ebben van valami gondolat, és szervel a kezdet, elgondolta, hogy milyen legyen az emberi élet. És hogy végének kell lenni. És akkor így van vége, hogy minden elvész egy pillanat alatt. Érdekes, hogy az én életemben pont ez volt rám egy nagy hatással. 7 éves koromban kiránduláson, iskolával mentünk egy temető mellett, benéztem is kemetők is fa kápolnába, és ott az asztalon láttam egy meztelen hullát. Az olyan hatással volt rám, hogy minden nap eszembe jut. Talán ez indította bennem a hivatást is. Hogy hiába gyönyörű ez a világ, gyönyörű gyerekkorom volt, nagyon szerettünk az anyán, de szerettük a kis csikókat, de szerettük a szüleinket, de szerettük egymást, de jó volt élni. De mi lesz a vége? Egy hulla. De akkor ez az értelme? És amikor mindent értelmesnek látok ezen a világon, minden értelmes. Akkor mi értelmenek az egész világnak, hogy lett? Mit akart az a valaki, aki ezt létrehozta? Hogy nevezzük Isten? És kezd kiesni ez a fogalom az világból. Ha kimerik mondani a francia forradalom, hogy nincs rá szükség. Az ember itt él, ha nem mondta, hogy honnan lett ember, hogy született az első ember, hogy lett a növények, az állatok, a virágok, az a gyönyörű szép, mint több és több, ahogy fejlődik a civilizáció, az a rengeteg tengerben élő lények, az engem az döbbentett meg. Milyen csodálatos világ van a tenger mélyén. Az őserdőkből ember se járt. Hát döbbenetesen nem kérdezed meg, hogy honnan. Istentől minden, Istentől van minden, Isten rendez minden, és értelme van az egésznek, de mi lesz a vége? És ezekre tudunk választani, vagy csak élünk? Megyünk a többi után? Hát fel kell tennünk legalább ilyenkor, ilyen nagy ünnepnek a kezdetén már adventben, amikor várjuk azt a valakit, hogy úgy nevezzük, hogy Jézus Krisztus. Mert már mégiscsak lehetett valaki, aki kisgyermekként született, és most is annyi ember szereti.
Nem tudom, nem értem az ateistákat, nem értem a vallásos embereket, nem értem azokat, akiknek valaminek lenni kell, de nem törődik vele, hogy ki tervezte ezt a világot, miért tervezte, mit akar vele, mi a célja, mit akar az emberrel, mit akar velem. Mert egyszer fölteszed a kérdést, akkor rádöbbensz arra, hogy hát nem csak azt akarod, hogy szülessél, nevelősz, tele vágyakkal, boldogságvágyakkal, reményekkel, és csak tervezel, tervek mindig kevesebbet valósul meg. Végén talán egész korán, és egyszer csak elszólít az Isten. Így vagy, úgy vagy, amúgy. Hát nem teszik fel a kérdés, hogy mit akar az a valaki, aki eltervezte a világot, velem is célja van. Tudjátok, hogy egyetlen egy ember van csak. Ádámot teremtett az Isten, annak vagyunk az utó, de mindenki. Abban az egytől egy ősünk van a természetrendje szerint. Az Évát is ő belőle vette ki az Isten. És azért hiányzik a férfiből valami, ami ha nem megy a helyére, akkor a boldogtalan az ember. A férfi magában nem egész ember, a nő magában nem egész ember. Ez a szerteségnek az élet, ez nem mondom, hogy természet ellenes, de természet fölötti. Azok lemondanak ennek a földnek, ennek a szép részéről, azért, hogy az embereket nevelni tudják, jobban tudják foglalkozni másik életé, hogy minél több embert rávezessenek a helyes útra. Ezért van, nem a természetrendje szerint van a házasság nélkül élet. A férfi és a nőnek az együtt élet, az egy csodálatos valami, a kettő egy ember. És még van mindenkinek a párja. Csak az a baj, hogy nem találjuk meg. Elsietik, vagy más választunk. Svetésben tanítottam Debrecenben 600 lány. Mondtam neki, hogy legyen 100 udvarlót, de 100 közül veres ki, a 101-et választ ki, hogy élettárs a legjobbot. Nem mi az elsőnek kell inni, hogy szeretsz. A legkülönbet választ ki, mert azzal egynek kell lenni, egy gondolkodás, egy érzés, egy akarás, két ember egyé válik, már boldogság. Vannak ilyenek, ma is voltak ilyen gyónóink. Kéz-kézbe jöttek, 80 évesek gyón. Mosi az arcokon, nagyon boldog házasság vagyunk. Nincs gyerekénk ugyan, de nagyon szeretjük egymást, és együtt a Jóisten. Van ilyen. Ha testvére benne vagyunk ebben a világban, felelősek vagyunk, mert látjátok, hogy mi van. Máról hónapra katasztrófa. Természetrendjében elindult, az ember mindent elkövet, hogy kiírtsa az önmagát, mert önmagát írtja. Mert amikor más meggyilkolik, az én életem is bizonytalanságban van. De mert ha nem is lenne háború, meg bizonytalanság, akkor is meghalunk. Ha mi értelme van, hogy születtem? Valaki eltervezte az én életemet, egyetlen egy van belőlem. Eltervezte, és a szülőktől kapom az emberi természetet, mindenkor adja az Isten a személyemet, egyetlen egy van. Terve van velem. Mi a terve? Az én boldogságon akarja részesévé tenni engem, de hogy igazán boldog legyek, azért meg kell küzdeni, az bizonyítani kell. És látjátok, ez is az a hatalmas Isten, aki mindent kigondolt, hogy nézzétek, csak ilyen vagyok, ilyen nagy vagyok, ilyen erős vagyok, ilyen szép vagyok. De a világban szinte, mint a művész kivetíti magát, látni akarja magát. De akármilyen nagy, akármilyen szép, vagy csodálatos a világ, mégis véges. Pedig a vágy az, hogy egészen be akarok mutatkozni, hogy milyen vagyok. Hát meg kellett lépnie, hogy az a világ, amely akármilyen nagy véges, végtelenné vált olyan, mint az Isten, az egy személy által, aki belépett, úgy nevezzék, hogy Jézus Krisztus. Arról beszélünk majd jövő vasárnap. Jézus Krisztus, aki végtelen Isten, és azért jött, hogy megmagyarázza nekünk, hogy miért ez a világ, miért teremtette ez a valaki, akik elgondolta, megteremtette, miért az angyalok, miért ördög? Na látjátok, tudunk, van ördög? Hát azt hiszem, az életedben sokszor találkoztál vele. Jaj, neked, hogy a családom belül is van olyan, akkor vége a család életnek. De a rokonai között van egy ördög, már tönkre teszi az életedet. Egy országban, ha sok ördög van, van ördög. Na most, amikor azt mondom, hogy van Isten, kell lenni egy teremtőnek, akkor azt látom, hogy nem csak jó Isten van, hanem itt van nagyon sok rossz, hát Isten adta a sok rosszat. Valaki akadályozza az életemet, úgy nevezzük, hogy ördög. Mit tudunk róla? Csak azt tudjuk, hogy vannak gonosz emberek.
de sokkal gonoszabb, mint ember. És akkor a vallás szerint megtudjuk azt, hogy vannak szellemi lények, akinek Isten jónak teremtett, mert Isten nem teremtett rosszat. Ami teremtett Isten, az mind jó volt, és rosszá váltak. És az Isten előre tudta, hogy rosszá fognak válni. És terve van velük kínozni a jókat, hogy a jók tudják bizonyítani, hogy én szeretem az Isten, és megküzdök az ellenséggel. Egyetlen érzelme van az emberi életnek, ember küzd és bízva bízza, többé semmiségért. Küzdeni, hogy Isten gyermekévé váljak, az ő gyermeki sorsát váljam a föld életbe, így éljek, de így halljak meg, mint Isten gyermeke. És így vár engem az ő örök világába, mert azt akarja, hogy az én boldogságom az igazi boldogság legyen, mert tudjátok, hogy a szellemi lény az olyan, hogy csak annak tud igazán örülni, mert megküzdött. Figyelj az olimpia bajnokokat, vagy egy sport győzelmet. Hogy tud örülni? Megküzdöttünk, érte győztünk. Most képzeljük ezt a győzelmemnek a nagy ünnepét. Az egész emberiség egyik lesz. Az emberiség nagy része azt mondja, hogy győztünk, itt vagyunk Isten országában örökre. És a többi meg elrontottuk. Nem értettük, hogy mit akar velünk az Isten. Örök boldogságot, nem földi boldogságot. Hát nagyon sokat kell beszélnünk a vallásról, egy kicsit valami elindult a világon, és higgyétek el, hogy én magam is érzem, hogy tennem kell többet, de minden keresztény érzi, hogy valamit kell tennünk, mert ha így tovább megyünk, akkor rettenetes szenvedés vár még az emberiségre. Mert Isten nem engedi, hogy tovább romoljunk. Isten nélkül egymás ellen, hogy a teremtőt nem fogadja el. Hát hogy legyen egy világ, egy rendezettség alkotó nélkül? És hencegnek, hogy ateisták. És mi akarok menni a magyar parlamentbe, akkor begurulok. Mit keres egy ateista magyar parlamentbe? Takarodjon! Szent Korona mellett. Nem tudom elviselni. Hát ilyen butákat töltjük meg a magyar kormányzó főházunkat. Ilyen ostoba emberekkel, akik nem kell az Isten, nincs Isten. Ha nincs Isten, akkor mire beszélem a másik embert? Eszülnek arra, hogy rabszolgám legyen, hogy kifosztam, hogy felhasználjam. Ez a rövid földéletem szerinte könnyebb és szebb nem lesz. Mert egyet elveszít a szeretetet. Mert Isten nélkül az ember nem tud szeretetre méltó válni, és egyedül marad. Ez a kárhozat. Az a haldokló, amikor rádöbben arra, de senki sem szereti. Csak gyűlölet van benne, az kárhozik el. És aki sokat küldött szembened, de jönnek eléje ezrek és ezrek, hogy győztél. Hát ezt kell eldöntenünk, testvérem, mostani nagy harcba. Nem mehet tovább az emberség. Itt valaminek történik el a világon, és úgy érzem, magyarságnak küldetése van, mert volt is a történelemben elindítani a kereszténység megújulását, hogy van Isten, Isten szeretetből teremtette a világot, teremtette ilyennek, amilyen, terve van velünk, örök boldogság, meg kell találnunk ezt az utat, és megtalálni egymást. Csak együtt lehet rátalálni Jézusra, egyedül nem. Együtt, ha lehetjük a felbarátunkat, ez örök törvény. Most ezzel fejezem be, most akkor a szeretetet be is bizonyítani nekünk, hogy kell egymást szeretnünk, mert ő maga jött el ember formába, hogy megmutassa, hogyan kell élnünk, hogy valóban rátaláljunk a boldogság útjára, és a végén rátaláljunk az örök boldogságra. Ez a Jézus Krisztus. Jövő vasárnap, őre fogunk elmékedni.